Set un ante dalante. Első éjszaka az új házba. Hú, nem is volt olyan rossz. Hát jobb, mint a régibe. Hú, nézd ma, be van fagyva az ablak, vagy nem. Tehát végül is hűvös van, jön a Halloween. A Halloween, hát a tél, de igazából nem csak a Halloween, úgyhogy a partira kéne készülni, mert én... Mi ez a dörömbölés má? Kopogna? De miért kell így kopogni? Jövök má! Persze, kopogjál. Tessék. Set un ante dalante! Nem említette az eladó, hogy erre bolondok is laknak. Ennek mi baj volt? Hú! Azt elmegy. Hát, egészségére. Na mindegy, vannak ilyen bolondok, bár mi volt ez a... Érdekes érzésem volt, amikor ezt is mondta nekem, na mindegy. Kéne kezdem díszíteni a házat, hogyha itt este bulit akarok tartani. Na. Akkor díszítgessük ilyen dolgokkal a házat, hát végül is elég Halloween-os, nem? Felé egy ilyen feketét. Aztán... de elég nagy a ház, segítségkérdő. Várj, fel is hívom ma ízét a kareszt. Hát, ha tud valamit. Na, jó ez a telefon? Halló? Jó vagyok. Jé, de milyen hangod van, vagy mi ez a telefon, te? Nem tudom. Az a baj, semmit nem értek, amit mondasz. Tudod, hogy hol lakok már, ugye, amit vettem házat? Tudod, a múltkor beszéltem róla. Tudod? Igen. Fú, de fura a hangod tényleg. Na hát, ugye tudod, hogy ma este Halloween bulit tartok itt a házban, egy ilyen házfelavatási bulit, és az kéne, hogy gyere már segíteni díszíteni, mert egyedül nem megy ez a nagy ház. Vagyok egy 10 perc, és 10 perc, és itt vagy? Aha. Fú, de szar ez a telefon. Oké, na, csá. Hú, ez majd valamit, majd veszek újat ide, nem tudom, de elég réginek tűnik ez a telefon, meg elég fura hangok voltak benne, de mindegy. Szóval akkor addig díszítgessünk, amíg ide ér. 10 perc, azt mondta, hogy na, középre egy feketét teszek. Így eléggé hangulatos a dolog. Jó, oké, akkor így marad. Ide is még egy, nem oda, oda. Na hát megvárjuk. Na. Hú, de régi ez a padlás szobaszerűség. Nem mindegy, ide is rakok ilyen dolgok. Rá a szénára, igen. Bár itt a szénák azok olyan... Itt az oszlopokat is körbe kéne rakni. Kopognak már. Remélem nem az az őrült, mert azt üzé. Na? Csó. Cső. Kiköpött ugyanúgy nézel ki, mint az az őrült. Milyen őrült? Na, hagyjuk. Felesleges. Oké. Okay. Róla beszélni. Na, hát... kéne... Ilyen kicsit félelmetesre kéne a házat feldíszíteni, hogy este lesz egy ilyen kis Halloween party. Jó. Én csinálom alul. Én meg befejezem itt felül. Oké. Okay. Kicsit ilyen fekete meg fehér kopolyákat. Még szerintem úgy egész jó is néz ki a dolog. Halálra akarom fosatni a vendégeket. Mi van? Úgy kell az. Te, tényleg volt itt egy izé, egy elmebeteg, nem is tudom, hogy ki az Isten és honnan jött. Mondott valamit. Valami furcsa, valami Seth Dante, vagy Alan Dante, nem tudom, valami ilyesmiről pofázott nekem. Jó, régi ez a telefon, nem csodálom, hogy így recseg vagy mit csináltam, mit mondtam. Hát eléggé recsegett. De ebben értettem, hogy 10 perc és itt vagy nyugi. A hálószobába úgy sem fognak bejönni, ez tabu a vendégeknek, én itt alszok. Az mindegy, hát órakok oda is. Jó, van egy fel. Ha már Halloween, legyen Halloween. Hát, oké, te tudod végül is. Ó, hát innen hova tűntek az ágyak, kiraboltak ma? Hát ez nem ágyszoba azért, vagy azért nem hálószoba. Hát pedig mintha itt lettek volna ágyak. Hát itt nem volt soha ágy. De te voltál itt valamikor, vagy mi? Nem, csak hogy itt a helye. Való, itt meg van egy fél ágy, az úgy vicces. Mi fél ágy ezen? Hát... Itted. Ez egy ülőke, ahhoz jó van. Jó. Na, DC... Szóval... Mi?
Ez mi a fasz volt? Nem baj, díszítsük tovább. Ez amúgy könyv... Ja, azt hittem könyvtár, mert itt tegyél a könyvet kell a könyvben. Hát neki mi volt ez? Én semmit nem hallottam, nem tudom. Lentről jön. Hallod? Aha, várjál, szerintem erre jönne. Itt hangosodik, ahogy jövök erre. Ez innen jön, ez alól. Hát mi? Mi ez? Hát mit tudom én, Hát ez egy asztal, amúgy meg tök... Nézd már. Esteledik. Ja. Jó, mindegy, majd ha esetleg halljuk, akkor egy kicsit... Hát igen, egyszer halljuk esetleg, akkor majd megnézni. Na, de ha már itt... Istennek nem sokára a vendégek, díszíteni kéne. Várjál meg. Jó, várjál. Erre nem lehet rakni, úgyhogy akkor... Na, díszítés. Hát, tettem a lámpákra is párat, jó úgy? Nekem jó. Sőt, még így is néz csak. Megint hallom, mi a rosszabb ez? Nem tudom, de itt elég hangos. Mint haladtunk lenne valami. De csak innen hallom. Ez abrosz rajta? Az. Ezért szedjük le ezt az abroszt. Te, ez olyan, mintha... Mi a... LOL. Mi a... Vicsi, te hogy esz? Vicsi, te beestél vagy? Most mi? Hogy jössz ki onnan? Nem tudom, de itt van egy lejárat és egy lépcső vezet az asztal végéig. De azt mondd meg nekem, hogy... Várjál. Na hát, asztalnak álcázott pince lejáró, hát gratulálok, erről nem szólt az eladó, mikor vettem. Hát legalább nagyobb házat kaptam, mint amit eredetileg vettem. Hát szerintem ezt ő se tudta. Szétnézünk. Hát menjünk, miért ne? EU sötét van. Eléggé. És ez... Te ezt tudom hol van, én tudom hol vagyok. Pont. Tehát ott van a háznak a lépcső, ott jövünk be a házba. És tényleg. Nézd csak. Mi a rassebb? Vigyázz meg. Tízesek leszünk, nagyon hasza. Aztán mi van akkor? A lépcső alatt vagyunk. Igen. De mi a szennyvízcsatornában úszkálunk? Ez nem szennyvízcsatorna, hanem egy valami patakszerű valami. Ami a ház alatt megy. Ja. Nézd már itt világ, ja, innen jöttünk. Erre mi van? Arra nézd fel... csak, ott van itt világít valaminek. Ő, jesztusom! Oké, és itt megáll a tudomány. Bó, mi a franc? Hova mész? Jó. Itt egyre sötétebb van. Ez mi a rosszabb? Ez egy csapóajtó? De az. És egy létre visz le. Lemegyünk! Én már lejöttem, wow! Hát ez sem most épült. Jézusom! Sár kibírják az oszlopok. Jó, bírják, az biztos. De legalább itt még valamennyire világítanak a fákják. Wow! Wow, terfuk! Mindegy, ez egy jó. Na, hát elég régi könyvtár, az biztos. Itt vagy még? Az... Hol vagy? Ja, itt vagy. Itt vagyok. Aztán... Jó, és szétnézek ebben a lépben. Jó, én meg itt, nem itt. Jó, rendben. Van itt minden, szénátok ezzel minden. Itt vagy még? Ahó. Hát itt tunkáltál az előbb. Elszórakozzál már velem? Nézd már. Hol vagy? Nézd már, ez itt mi egy ajtó, izi? LOL. Hát, tuti ide mentél be. LOL. Bezárulódott mögöttem az ajtó, ez érdekes volt. Kinyílódott mögöttem az ajtó, ez érdekes volt. Bezárulódott mögöttem az ajtó. Ez érdekes volt. Na jó. Halljátok? Ez mi ez a hang? Itt valaki itt járkál, és mi ez a hely?
Ez egy nagyon régi könyvtárlapi, Jézusom néz ki. Hát erről az eladó nem szoktak, hogy nekem ilyenek vannak a házam alatt. Nézd már, itt meg ládák vannak. És itt egy könyv. Könyvjegyzék. Akkor gondolom azt mondom benne, hogy ki mit kölcsönözött. Szép laki. Péter Hoax. 1872, hát igen, jó régi könyv, tehát biztos. Martin Ágoston. Anuszbisz Átka. 1850 és nem hozta vissza. Orbán Péter mérnök jelző. Nem hozta vissza, visszahozta. Nem gondolom, hogy ilyen hiánylista Anuszbisz Átka. Nem Anubis, kedves kollégákat küldik, keverik. Ja igen, igen, arra azt ismerem az Anubis, de hogy Anuszbis, én ilyenről még nem hallottam. Hát jó, vannak érdekes dolgok, az is biztos. Nem, menjünk vissza a házba fel. Hát, jó, érdekes dolgok voltak ott, az is biztos. Na. De hova lett a izé, Karesz? Na hát ez érdekes. Menjünk fel a padlásra, mert ott még azt nem díszítettem teljesen ki. Te mi a francot keresel itt, hogy a frászhozod rá? Díszítek ma rá, mit csinálnék? Hát de hol, de hova tűntél lent? Vagy csak úgy eljöttél? Nem is szóltál, vagy mi? Milyen lent? Lent a könyvtárba előbb. Milyen könyvtárba? Lent, amikor előbb lementünk, ott az asztalnál. Oké, biztos. Jó. Mennyit itt azt nem tudom, de inkább most ki kéne takarítani itt a padláson, mert... Tényleg te meg ezért szólhatnál már vendégeknek, nem mész el? De, megyek. Na, szóljál már neki. Befejeztem a díszítést, hogy megyek. Akkor jó. Persze, befejezte a padláson, mert még egy darab dísz nincsen. Na jó, van, majd jössz. Hát, na. Gondolom lovakat tartottak, hogy itt szénák vannak. Mi lesz ezzel a sok szénával, ez így kár lenne kárba vinni. Lol, egy ajtó. Mi ez, valami raktár? Zából semmi. Nagyon jó. Hopp, egy könyv itt van benne, búken. És ez még egy lezáratlan könyv. Főzetek. Lélek cserélő főzet. Ez a főzet képes emberek lelkét felcserélni. Hozzával a bibircsók, nem valami. Mi ez a recept? Jó, majd mindjárt megcsinálom, persze. Vannak itt olyan érdekes dolgok, amelyek a házban, hogy ez valami képes. Üres dolgok. Üres franc. Üres csesz. Mindenhol. Jó, oké, itt is egy könyv. Ebből elhúzta a pulyka recept lesz. Anuszbisz Átka. Hát nézd már, nem ezt tűnt el a könyvtárból? Anuszbisz Átka. Bárki eme könyv birtokába kerül, árkom sújtja majd. Hát ezt elírták egy kicsit, mert átkom, nem? Nem mindig. Ez a könyv titkos varázslataim és receptjeim gyűjteménye, és aki engedélyem nélkül veszi kezébe, az halott lelkek mezeire számüzetik. Hát nem tudom, hogy nekem ehhez van engedélyem, habár én ezekben nem hiszek. Oké, mert pöttyök. Mi a baj? Hova tűnt a... jó. Gratulálom. A könyv. Jó, hát úgy látom, hogy itt már... Megnézem, hát ha találok ki a recepteket. Oké, itt is van egy könyv. Na, ez itt valami olyan. Mágia. Végzett bűbáj, ezzel a varázslattal megátkozhatsz bárkit. Set unant de alante. Nem ezt mondta nekem az a bolond? Figyelj, az átkom halálos arra nézve, aki készáll, ha csak tovább nem adja ennek módját a könyv kitépet lapján leled. Hú, de ez érdekes ez volt, de én annyira nem hiszek ezekbe, biztos kezébe volt ez a könyv a bolondnak, az biztos felolvasta nekem, mert azt hitte, hogy valami lesz belőle, bár érdekes. Bár az, hogy én lementem a könyvtárba, és jött velem a Karesz is, de ő azt mondta, hogy nem volt lenne, ez mondjuk érdekes egy sztori volt, de mindegy, szóval... díszítés már megvan. Igen, Halloween. Hát mondjuk itt az ajtóban nem igen kellett volna fejet rakni szerintem. Jövök majd a ház elé, hogy kicsit levegőzni. Nézd már egy puf. Jó van. Elég elzárt helyen lakok, az is biztos, de én szeretem az ilyen házakat.
ilyen tipikus, hogy mondják ezt, koloniál stílusú ház, ilyen... Ilyen tényleg olyan... Olyan... Dolog. Nézd már, Pina. Karesz már. Na, mi a helyzet? Hol van vendégekkel, mi van? Mi is szóltam nekik, jönnek, te figyelj már! Arra felé láttad már azt a kis házat? Milyen kis házat? Arra felé van egy ház. A széfer? Valami ezért fészer, vagy mi az Isten? Valami olyasféle. Nem tudom, én nem látom, hol van ez. Ott az úton menjünk. Ott van benne. Hát ez nevezhető útnak. Hát elég régi, de hát a használható annak. Na, itt van-e? Ott te. Nem láttam még, mondjuk érdekes egy hely, az biztos. De ki lakik ilyenbe? Még ez még a házhoz tartozik? Hát gőzem nincs. Ez olyan, mintha egy ilyen varázsló vagy, nem tudom, bolond embernek. De melyik lakik az az elme háborodott? Lehet. Hát... Jó, mindegy, hát most... Ez nem tudok mit csinálni. Érdekes, az biztos. Hát az. Kább gyerünk vissza a házhoz. Te tényleg nem emlékszel a könyvtárra? Nem, milyen könyvtárra? Volt a chestben valami amúgy? Volt, igen. Mi? Valami könyv, és az van beleírva, amit nekem az az űrge mondott. Setun and de Alante, ezt mondta nekem az ember, aki itt volt. Ez konkrét. Ez valami átok. És valami kitépett lapot kell keresni. Te nem tudsz valamit, te? Amikor mentünk lefele, ott a izébe volt egy ilyen lyuk a falba, nem? Nem tudom. Mert hogy te lejöttél egyáltalán velem, vagy... El sem tudom, miről beszélsz, én nem is mentem levelet. Hát gyere már, hát voltál lent, hát majd... Várjál, merre van a izét már. Én is eltévedek a saját házamba egyébként. Jó, várj, én sem tudom merre van. Hát ember, a te házad, nem az enyém. Itni. De ez a konyhapult biztos jött le cipőbe átmászni rajta? Igen. És mi történt az asztallal? Na mindegy. Milyen asztallal? Semmi, az egy ebédlasztal akart ott lenni. Jó, mindegy, itt volt egy asztal itt, és én ez alatt találtam egy ilyen pincelejáró. De biztos. És mi, amikor jöttem le... Mi van itt? Na jó. Itt láttam valamit ezen a részen, itt van egy luk a falba. Itt mintha beomlott volna a fal. Ja, nézd csak, ott van egy chest. Hát persze, megint könyvet találok benne. Mi más találnék benne? Már annyi könyvem van, hogy ez nem igaz. Mágia, átok visszavonása. Undoun ande alante. Az átok visszavonása itt nem ér véget. Miután kimondtad a szavakat, találnod kell egy másik szemét, akire átszúrhatod az átokat. Különben 7 napon belül visszaszárád, és többi nem szabadulsz tőle. Egészen a sírodig fog kísérni. Alandante. Az a neve, aki írta, az volt az... Hát ő írta volna? Ezek szerint. Te! Mi az? Azt a bolondot meg kéne keresni és átruházni rá azt a rohadt álkot. Visszaadom neki. Na. Én visszaadom neki, a francba, visszaadom a francba neki. Velem szórakozik, velem! Komolyan mondom. Ide jön azt átkos szó, reám! Reám! Szó, de... Reám! Ja, reád! Reám! Átkod szórni! Figyelj! Na, szerintem megyek el... Na, szerintem elmegyek, és bevásárolok a bulira, mit szólsz? Jó, oké. Majd jövök. Addig találd meg a bolondot. Jó. Nézzünk, már ez is ott hagy, ez is itt hagy, egyedül ebbe a házba. Ráadásul még el is vagyok átkozva. Nem mintha ebből tapasztalnék valamit is. Hát... megszoktam már, itt hagy, el még bevásárolni. Jó, nem csak el, nem. Jó. Ez mi volt? Innen jön fentről. Innen. Az mi? Jézus Úristen! Jézus Úristen, mi? El kéne menni ebből a házból, én nem tudom. De hát ha az átok rajtam van, akkor biztos, hogy követ, tehát felesleges. Remélem eltűnt. Ott van. Jó, nekem hát. Minden, na én most szép... Átkozom ezt az embert, én ezt a bolondot megtalálom. Olyan?
Undonante, Alante, na ezt majd ott kell kimondanom, de nem neki, azt magamról kell leszedni az átkot és rá kell szetelni. Legalábbis a könyv szerint ez így van. Itthon van egyáltalán ez a szerencsétlen. Mindjárt benézik az ablakán már, ha van neki. Nem vesz észre, én nem fogok kukkolni. Hey, na! Ki? Senki, senki, senki. Undo! Un ante! Alante! Ki a franc mondta? Set! Un ante! Alante! Na hát, életemben nem hittem én még ezekben a dolgokban, de ahogy látom... Jézus úristen! Na, elintézem, hogy ezekkel a könyvekkel senki nem találkozott többet, úgy mint én. Szedjük ki ezt, és ezt. Pusztulj, anus bisz. Na már kopognak, remélem nem megint valami átokszórú elmeháborodott. Ja, jó, te vagy ez? Igen, én kopogtam így. Jó, elégettem a könyvet. Ah, oké. Okay. Én meg meghoztam a cuccokat. Megtaláltad a bolondot? Meg, hát most mondom, hogy igen, tiszta a ház. Ah, fasza. Hát akkor... Mi azt leszámítva, amíg én nem voltam? Semmi, nem, tényleg semmi nem történt, míg te nem voltál itt. Az ég világon semmi. Nem jó, történt. Nem történt semmi, amíg te nem voltál itt. Tényleg az ég világon semmi. Biztos? Biztos, tényleg. 100% hogy semmi nem történt. Leszámítva egy kis átkozódást, egy kis könyvet, egy kis... Amúgy semmi nem történt, tényleg. Fasza a kilátás a padlásról. Jó, hogy észrevesz, hogy nekem ilyen is van. Bármikor az ablakot az kintről láttam, de na. Szerintem most akkor már várjunk, aztán majd jönnek ide a bulizó emberek. Ja, de szerintem takarítsunk ki. Na, mi a helyzet? Un ante. Bazd meg. Most te is végigmész azon, amin én átmentem. Na bulizzunk inkább, szevasztok, szetunante, szante.